Na jó van, akkor üdvözlök mindenkit, sziasztok, örülök, hogy itt vagytok. Szokásos arcok, örülök, hogy velem tartotok. Jön, most egy kis Call of Duty-t fogunk tolni. Ha már megvettem, akkor úgy döntöm, legalább egy kicsit játszanom kéne vele. És egyrészt ti is megtudhatjátok esetleg, hogy milyen, merre, hány, meddig. Úgyhogy ha van kérdésetek, srácok, akkor nyugodtan toljátok be, igyekszem őket megválaszolni. Még magam sem játszottam 100 órát azzal a játékkal, hogy igazán bele-bele merüljek, de amit eddig láttam róla, az nem rossz, az nem rossz. Ha akarjátok, akkor lesz egy kicsit később zombi is, még úgy általánosan gameplay-ekem. Hallotok? Írjátok meg, mondjatok azt, hogy hallotok, legalább valakit toljatok be valami szöveget. Igen, hallunk, stb. Zsír. Akkor amit később szeretnék tőletek kérni, mivel hogy kikapcsoltam a V-Sync-et a játékban, és 100 fölött fut az FPS. Battlefieldben úgy vettem észre, hogy ha 60 FPS-nél többel akarok streamelni, akkor nagyon laggol. Szóval annyit írjatok meg, hogy a gameplay maga, mert a menü az nem szokott, de a gameplay maga, hogyha laggolni fog, akkor visszarakom a gameplayt. Című történeten. Szerintem elugrunk a headquarters-ra, megnézitek, hogy milyen. Elég móka tud lenni. És azt hiszem, hogy ez a headquarter cucc, ha be fog tölteni és minden oké lesz, ez egy tök jó edition ez a Call of Duty-hez. És jól ki van találva. Továbbá egy nagyon fontos dolgot be fogunk állítani, hogy... Igen. Ez így sokkal jobb. Az én szexi hangom jobb, mint a játéknak a bármilyen hangja, ezt tudom. Szóval ez a social space. Általában többen szoktak itt lenni, amúgy van úgy, hogy gondolom, attól függ, hogy milyen szerverre dob ki. Van itt ilyen üzeneteid, ahol fölveheted a fizetségedet. Elég móka. És ami egy tök pozitívum dolog, itt fölvehetsz ilyen új parancsokat, amiket teljesíthetsz, de ezek belekerülnek pénzbe, konkrétan. Win a Match of Domination, tessék, vegyük meg ezt. És get 75 multikills in 25 matches, explosive kills, legyen ez. Megveszünk ilyen küldetéseket, amikért kapunk supply dropokat, vagy rare supply dropokat. A jó dolog, hogy nincs nekik ilyen lejárati... idejük konkrétan, és ez egy special order. Hát vegyük meg ezt is. Mit tudom én? Aztán lesz valami. És itt felvesztek küldetéseket, amiért járnak a supply dropok. Igen, fura egy kicsit a TPS mód, de tudod, MV2-ben megcsinálták először ezt a TPS módot, és nekem nagyon tetszett, nagyon élveztem a gameplayt. Jé, másnak is lehet hallani a hangját. Akkor beállítjuk a mikrofont. Push to talk enable. Jó, hát most nem szabadna hallaniuk. Texture tunnel, jó. Oké. Elméletileg nem hallanak. Jó. De fura tévé. Ja, őnél van valami collection. De meg tudok venni valamit? Egyáltalán? Itt nem tudok megvenni semmit, mert semmire nincs pénzem. Jé, van egy... Ez megvan. Ja, hogy ezeket meg tudom venni. Szóval gyűjtögetni kell ilyen kod pontokat már megint. De ez jó, mert óránként jön fizetés. Szóval az a lényeg, hogy nem lehetetlen megcsinálni. Című történet nem fog igénybe venni ilyen 60 órákat, ja, itt már így ki tudod forgatni az utcaidat. Nem fog 600 órákat igénybe venni, mert hogyha még nem is játszol a játékkal, időnként feljössz, kiveszed a payrollodat, előbb-utóbb összejön annyi ilyen kodpont, hogy így meg tudod venni azt az adott fegyvert, azt az adott skint, és a többi, és a többi, csak játszani kell a játékkal. Command a fellow soldier. Ez mi? Na, nem tudom, mit csináltam, de jó.
Ja, a Corsair Trainer-ről beléptem, de utána nem tudtam már kilépni. Purchase a collection item from Quartermaster, de hát egyáltalán You've meg been tudok busy, venni man. valamit. Semmire nincs pénzem. Erre van pénzem. Ja, hogy ezek ilyen hülye skinek. Aha. Jó van. Hát akkor vegyük meg ezt, hogy... Good Jé, choice. akkor ez a challenge is megvan. De a killstreakekre nem megyek be, mert nem töltött be, majd hogyha nem livestreamelek, akkor megcsinálom. De menjünk játszani. Azt mondja, hogy public match, standard. Végig mehetünk mindegyiken. Egy kis bemelegítésnek, ha nem haragszatok, akkor indítanék TDM-be. Bemelegítés. Amit látjátok, van egy új világuralomra törés terve. Ez a kis változat, most már csak lépésenként haladunk. El kéne érni az ezret. Adjátok tovább a hírt, hogy te egy hülye gyerek izét fog. Világuralomra tör. Dioskin. Ja. Challenge-ekhez vannak kötve ezek a Dioskinek. Mindjárt meg is fogom mutatni. Némelyik tényleg durva. Ez a Dioskin. Van egy-kettő ilyen nagyon jó, ilyen régi ilyen... izé... Hú, ezek az orderök... Hú, valahol ott lesznek. Annyi biztos. De a li... Hát, francsától lehet, hogy kívül a menüben meg tudom majd mutatni nektek, de annyi biztos, hogy némelyikre durva ilyen challenge van. De annyira jól néznek, hogy így, ha tetszenek, akkor megéri befektetni című történet abban a challenge-ben. Nem lehetetlen megcsinálni, és azt hiszem, hogy ilyen nagyon, nagyon-nagyon örülni fogtok, hogyha sikerül megcsinálni, mert pont megfelelő nehézségű. Legalábbis az az egy-kettő, amit én néztem, amit én szeretném, hogy meglegyen. Hát azt lelőtték. Egy nagyon pozitívum ebben a játékban, a radar az nagyon jól meg van csinálva. És nagyon-nagyon jól lehet érzékelni, hogy merre van az enemy. És ez nagyon-nagyon jót tesz a kódnak! Ott lelőtték a társaimat. Baszki, lakadtam a billentyűzetbe. Kicsit arrébb rakom a billentyűzetet. Nagyon nyomul az enemy. Nagyon-nagyon nyomul az enemy. Hát ezekkel mi van, tesó? Hopp, az itt egy sniperes. Úgy érzem, kicsit be vagyunk szorítva a spawnra, hogy nem tudom ti, hogy látjátok. Jaj, ez nem is egy sniper volt. Oh, epic fail. Mondjuk, ami nagyon nem tetszik ebbe az egészbe, hogy egy sima radar E500-at kell killeni. Jó, mondjuk a radar az nagyon... nagyon nagy előnyt tud jelenteni, az igaz. Ó, hagyjad magad. Hát gondolom erre azért fel vannak bérelve német szinkron színészek, akik igen élethűen tudják mondani a dolgokat. Legalábbis én azt tenném, hogyha már annyi pénze van egy ilyen játékot csinálni. Beleszerettem ebbe a fegyverbe. Az egyik első fegyver, de... geci erős. Jaj, visszahúzódni kell, mert jött az enemy. És reméljük hátba nem fognak lőni. Srácok, jöttök vagy nem jöttök? Mondom én, hogy jön az. Jön az! Őt lelőjük. Na, ki dugja az órát? Ki? Hát, de nem én akarok veszíteni. És mindjárt hátba fognak minket támadni.
Bakker! Három volt. Jaj! Köszönöm szépen a követést! By the way! Kicsit állítunk a chaten. Így, jó. Ez az. Hopp, oh, lol. A sniperek OP-k, ez fuck. mitől ijedtél meg? Közben mondom, srácok, hogyha netán megvettétek a Destiny-t, akkor van klán, lehet csatlakozni. Ma este felére szervezünk egy raidet. Szia! Az ott egy enemy volt. Egy kicsit lag előfordul. Sajnos. De ettől azért kérlek, kicsit félek, miközben streamelek, akkor laggolni fog, az nem lesz olyan poén. És nagyon jó, hogy egy nagyon jó dolog van benne, hogyha lövik a társadat, akkor a karakter elkezd beszélni, ami nagyon nagy segítség arra, hogy hol találhatóak az enemik. És most nem vagyok benne biztos, de hallottam egy olyat, mikor eldobtam a lagaránat, mint az enemi... Ó, bazd meg, hogy tudom fölölni ennyire. Az enemi beszélt volna. És látjátok, mi a másik pozitívum? 12 golyó maradt a harmadik emberre. Szóval teljes mértékben egy tár, jó, mondjuk dupla tárat használnak. Szóval egy ilyen egy tárból három, ha nagyon precíz, vagy négy embert is le tudsz lőni, de az nagyon-nagyon precíznek kell lenni. Hoppá, hoppá, ki van mögöttünk. Anyá! Lelőtték? Lelőtték. A pályák egész élvezetesek. Nem viszi a Destiny 2-t, már mint a gépe? Mi van az enemivel? Miért állnak egy helyben? Ugye nem botok ellen játszol. Teljesen olyan érzetem van. Mi a franc van itt? Remélem senki nem lő hátba. És nem tudtam beírni a killstreakeket. Mi a franc? De Steven nem tudsz Destiny-t venni, vagy most kodról volt szó? Nem ért? Igen, de Destiny-ről volt szó, tehát Destiny-t nem veszel Steven-t, csak Battle.net-en. Milyen géped van amúgy, Roli? Amitől nem vinni a Destiny 2-t, tehát az azért nem, még annyira gépigényes sincs, mint a kodnál. Hanyadik lettem, mi? Yay! Yes, itt lépés. Egy valami nagyon jó, most kilépünk ebből a lobbiból. Hát ahhoz képest, hogy egy már folyó játékba kerültem be, szerintem nem olyan rossz. Yes. Bemegyek egy... Warra. A War ebbe a játékba kurva jó lett. A War az kurva jó lett, úgyhogy ez egy olyan játék, amit így emiatt a kodot simán, ezért is döntött, hogy megveszem, meg a single player, meg stb. De a War az nagyon meggyőző volt, és több fajta van, nem csak egyfajta objective based játék, úgyhogy elég jó móka.
Most már tényleg lehet, hogy be kéne rakni valami más fegyvert is, de egyszerűen ez a fegyver, ez valami nagyon ütős. Még olyat sem csinálta, hogy a perkekkel foglalkozzanak, hogy valamit berakja. Egyszerűen mondjuk úgy érzem, hogy nincs akkora impactja a játékon. A perkeknek. Na jó, menjünk célra. Többnyire egy C-nél szeretek eljönni, és az első alandó alkalommal letérek A B felé, és megpróbálom őket hátba lőni. Ha el tudnám őket. El tudnám őket találni, persze. Hát ott biztos, hogy valami más lesz. Olyan nincs, hogy az a gép ne vigye el azzal a videókártyával. Heroes in General, igen, próbáltam ott nagyon régen, de nem feltétlenül fogott meg annyira, mint amennyire gondoltam, hogy megfog. Nem rossz, de mindenképpen azon egyik játékok egyike, amelyiket merek ajánlani embereknek kipróbálni, főleg mert free to play és jó. Baszki, újra töltés közben epic fail. Ott vissza kell vinni, de nagyon gyorsan. Egy sniperes ott van. Az A-t, az, ja, az be is hozták, epic fail. Hát szerintem el fog indulni, ott van valami, nem tudom, próbálj meg utána nézni a fórumokon, mert olyan nincs, hogy ott ne legyen valami. Hát elhiszem, hogy dühítő, de ez nagyon-nagyon fura is amúgy, hogy nem futott, ott biztos, hogy valami más van, valami driver, ami megakadályozza, vagy de crash-el amúgy, vagy mi az oka? Ó, Istenem. Destroy our hedgehog! Baker can advance now! B is almost across the front line! Csia! Utás van visszafelé. We weren't able to stop their advance, but this isn't over yet. Keep fighting! Keep the Germans from stealing our fuel for their tank! Se kép, se hang, aha. Tegnap, mostanában nekem gondjaim voltak a Shadow Play-jel, és azt fedeztem föl, hogy ha... Bocsánat, csak... Szóval azt fedeztem föl, mert eddig úgy csináltam a izét, a videokártya frissítést, leszartam és megcsináltam az automatikus frissítéssel, és azt fedeztem fel, hogy miközben letöröltem a videokártya drivert, hogy nem, hogy egy driver töröltem le, de legalább négy driver töröltem le előző drivereket a videokártyáról, mire eljutottam egy ilyen alap driverhez, amit nem engedett a videokártya, nem engedett a Windows letörölni, és akkor arra ráfrissítettem a legújabb videokártya drivert, és most úgy néz ki, hogy működik a dolog. És tehát így teljesen ilyen clean installt.
rányomtam a videókártyára, és most a Shadowplay megjavult. És akkor ugye azért mondom, lehet, hogy nálad is valami ilyesmi baj, és azért nincs se kép, se hang, mert hogy mit tudom, nem a legfrissebb drivert használod, vagy nem tudom, de valami biztosan nem stimmel, mert mennie kéne. Nem tudom, próbálj meg fórumokra beírni, vagy ha jó az angolod, akkor mit tudom, hogy Destiny no image, no sound. No image, no sound, vagy valami ilyesmi. Ó, bazd meg. Ezt viszont mondjuk tökre jó lenne, hogyha miközben építek, a közben tudnék lőni. Mint a BF-be is van, az nem lenne egy utolsó dolog. Itt, ja, jó, ez felé. Ez az egyik legjobb war. Legalábbis én ezt élvezem az egyik legjobban. Eddig hármat játszottam. Ott van egymás mellett az enemy és a társam, és nem képes az egyik hátba lőni a másikat. Jézus Mária. Warface. A Warface-et igen, próbáltam, az még régebben. Sőt, bele is öltem egy pár órát amúgy. De amikor már nagyon eltolták ebbe a pay to win, meg mikrotranszakciók, valahogy már nem volt annyira szimpi a játék. Baszki! Legközelebb mondjátok, hogy hasonljak már! Vannak játékok, amiket szintén nem indít el? Milyen játékok? Például. Melyek azok a játékok, amiket nem indít? Hát, hogyha van egy olyan játék, amit, mit tudom én, hallottam és tudok róla valamit. Ó, hát ez hogy kerül ide? Azt a kurva. Egy valamit kivennék már most rögtön abba a kódba, és ez a rengeteg ilyen screenshake az meg, mert egyszerűen nem lehet tőle célozni. Gondolom ez is a cél, de akkor is kurva idegesítő. Battlefieldben éppen elég, hogy ott van. Bitch, please. BF4, BF3, Warframe, akkori kód VV2 és Destiny 2. BF4 és BF4-nél ír valamilyen errort, hogy miért nem tudja elindítani? Mert azzal lehet, hogy... Overtime van, oh lol. De nyertünk, jó. Érdekes. Escort our tanks and break through the front line towards the breach. A is advancing, protect it. B is moving forward, defending. Hát, véram azért nem.
ez a Danzig! Protect it! A hibás lenne a 780 Ti, nem biztos. Kitakarítottad? Mi a minimum processzor? Ó, Istenem, meg nem mondom neked. A Steam weblapra elindulsz, oda van élve, de biztos valami i5, ilyen negyedik generáció körüli. Szerintem elfuttatja. De amit Steamen fogsz látni, ajánlást, azt szorozd meg egy újabb generációval. És akkor az lesz a valódi, de meg nem mondom neked, szóval összetösszök, azért vettem erős gépet, hogy ne kelljen azzal foglalkozom, ami a minimum gép igény. De mindenképp Steam beírott kód VV2, és oda még magyar is le van írva, mi a gép igénye. És az arra rakjál rá egy újabb generációt, egy kis extra RAM-ot, és az lesz a valódi gép igény. Annyira jó ez a izé tankfedezős kurva anyja. I5 4700K-d van, hát, és van FPS roppot, hát nem minden, hogy ott a processzor a cuccos. Mi a videókártya? És hány giga memóriád van? B is falling back because it needs an escort. Valaki vigye már B-t, srácok. The enemy destroys the bridge. C is close to breaking through the front line. Stay near it. A has almost crossed the front line. We need to get another tank over the. Anyád! Értek, GTX 1070-en van 8 giga, és a játék ROM az mennyi? Vaj, Roli, én örülök, hogy itt voltál. Az ő, Max visszanéze. Sok multikill. Tényleg multikilleket kell csinálnom, jó, hogy mondaná. De amúgy már összehozta egy párat, szóval szerintem jó vagyok. De a C-t be kéne vinni, mert valamelyiket vigyük valami. Ó, hogy ne! Szóval nem V-ramod mennyi van, hanem rendes ramod mennyi van, a fizikai ram mennyi. Hú, de ugráltok! Egyem a lelketükört. Ó, már 7 multikillen van a 75-ből. Jó, a haladás. Még ma meg lesz. Ó, nyádra kempeljé. Összefosom magam. Hát az egyiket vigyük már ambe. 8 giga RAM. Ott lesz a probléma. Hogy van egy kurva jó profit, van egy kurva jó videókártyád, és ahhoz nincs elegendő RAM, tehát a 16 lesz a tökéletes megoldás. Elmondom, hogy miért, azért, mert egyszerűen a játék kurva sok memóriát zavál föl. Haha, bevittük az egyiket, lol. És az a 8 giga az kevés, ez nem hogy csak a kódhoz, de a legtöbb mai ilyen faszom játékos sajnos. A minimum 16 giga. Szóval én azzal tolnám. Haha, de ellopjuk a baszit. We have only one tank left. We destroyed their ambush, but our last tank is almost out of fuel. Steal fuel from the enemy. Szerintem azért vannak FPS dropjait, mert 8 gigára, mondjuk 1 gigát eleszik a Windows, elindítod a játékot, és így folyamatába lesz az, hogy így zabálja fel a memóriát, zabálja, és akkor egy idő után kifolysz. Fight for the fuel! Ó, atyám.
köszönjük szépen a követés. Oh, ez az. Igen, most megyeget. Szasztak, szia Rolly. Örülök, hogy itt voltál. We've received A. Ja, értem, értem. Hát akkor inkább azt mondom, hogy maradj még meg az I. Tehát ez csak egy javaslat, szóval azt csinálsz, amit akarsz. Tehát tartsd még meg azt az I7 negyedik generációt, vedd meg az új alaplapot, és vegyél ramot helyette. És ez az. Lol, elvittük a tank. És előbb, tehát RAM-ban, egyre tudom, kurva drágák lettek a RAM-ok, de előbb-utóbb nagy szükséged lesz arra 16 giga RAM-ra. És az i7-nek is jobbat tesz, tehát hogyha már veszel. És azért mondom, elővegyél RAM-ot és csak utána processzort, mert az i5 negyedik generációban még nagyon-nagyon sok potencia van. Hogyha van megfelelő RAM, megfelelő alaplap és egy jó videókártya. Tehát i5 negyedik generáció tökéletes gamingre. Az i7-ek meg most kurva erősek meg minden, de hogyha nem, mit tudom, nem videózó rendszeresen, csak inkább ilyen gamingre kell, akkor az i5-tel teljes mértékben meg leszel elégedve, hogyha ki van támogatva megfelelő RAM mennyiséggel és a többi. Anyád! Tank is falling back. No one's nearby to escort it. Szóval ezt érdemes meggondolni. Ó, ki ne találd már elő hármunkat ott? Nobody's escorting the tank. LOL! A hullafekvő. Tank is on the move. Escort the tank so it can get across the breach. Na most akkor itt meghúzódunk egy kicsit. Jó, nagyon védik, ez most nagyon erős az ellenfél ebből a szempontból. Basz meg, hát nem hiszem el. Nem úgy 8. generációs i7 nincs, de oké. Opara. Ó, mi ez a VH? Van egy VH! Ó, Istenem, hát vigyük már azt a szart. Akkor is beülök abba a gépfegyverbe, és leszedek néhány ember. A tank is on the move! Figyelem a chatet, és közben meg megölnöm. Most odafigyelek egy kicsit a játékra is. Úristen, nem láttatok semmit. Persze. Ó, oh, már megvan a 8. multi kill. Nobody's escorting the tank. Fuck off. Whoa! No one's nearby to escort it.
Ez a legdurvább része az egész War játéknak, a vége, egy epic végjáték, ahol vagy annyiszor halsz, mint a szemét, azt vagy betolod, vagy nem tolod be. Tíz másodperc, úristen. Baszki. Last chance. Most ide kéne füst meg minden faszom vagy. Nem baj, ez jó volt. Átmegyünk egy kis Domination-re. Ezután. Előttek minden játékmódban nyerni kéne egyet, ugye arról volt szó. TDM-et nyertük. Az első részt ennek nyertük, de lehet, hogy mind a kettőt meg kell nyerni, nem tudom. Na igen, tehát ezt meg akartam mutatni, hogy ezeket hogy lehet megszerezni. Van rájuk challenge, csak azt nem értem, hogy miért nem tudok ezt képen. Jó, skip. Continue, leave, yes. Ha megtalálom, akkor... Van egy kettő, ami ilyen nagyon komoly. Például itt van ez. Collection Armored Battalion. Ja, ez benne van egy kollekcióban, de van olyan, ami... Meg lehet csinálni. Ja, például itt van ez, ami nagyon durva. Complete all humiliation challenges. És akkor, hogyha megnézed, hogy mik a challenge-ekben a humiliation, akkor mit tudom, earn 50 Kingslayer medals, ami már megvan, earn 5 backfire medals, kill an enemy with their own weapon, tehát saját fegyverével kell megölni az embert, buzz kill, tehát ezek nem, van olyan, ami nem nehéz, payback, stuck medals, tehát valakire rá kell, sticky bombával rá kell dobni az enemy-t, multi-kill gránátokkal. Oké, egy meccs alatt meg kell ölni a nemezisedet ötször, de például van itt egy durva, ami Gonglisson throwing, hol van? Lehet, hogy kivették. Nem is lett volna rossz. Olyan, mert volt egy olyan challenge, vagy az keverem Battlefield-el? Én már nem tudom. Ja, volt egy olyan challenge, pont ennél azt hiszem, hogy vedd föl az enemy-nek a fegyverét, és csinálj vele egy 5 killstreaket. Hát anyád! Az MV3 nagyon tetszett, single play-en téren, kurva jó volt, nagyon tetszett az egész téma. Viszont, tetszett maga a multi is, viszont az MV2-höz képest, az MV3 nem volt annyira jó, ezért annyira nem tetszett. Mondjuk így is belenyomtam, vagy 6-700 órát kb. Azzal kezdtem el videózni, azzal a játékkal. Szóval... nem, élveztem, de nem annyira mondjuk, mint a Modern Warfare meg a Modern Warfare 2-t, esetleg a World at War, szóval ezeket így jobban kultiváltam. Hát, jó van. Mit mondtam, itt játszunk? Find Mesh, Public Mesh, Domination. Nem vettem meg hozzá a DLC-ket, kapja be azért. Már van az azért a határ, amit már nem veszek meg kodba. Maximum, hogy leolcsóznak valamit. Majd még meglátjuk, hogy mit hoznak be DLC-vel, nem ilyen copy-paste pályákat, most meg visszahozták a karantént, szóval... Pff, bitch please. És eddig BF1 vagy COD VV2? Hát ez egy olyan kérdés, amit nem akartam volna, hogy feltegyél. Nem tudom. A Battlefield 1-ben vannak dolgok, amik zavarnak, és ezért is nem annyira játszom mostanában. A COD VV2 meg még túl új ahhoz, hogy azt mondjam, hogy jobban élvezem, mint a BF1-et. Ami a bajom például a BF1-el mostanában az, hogy például az új challenge-ek, az új fegyverekre, amiket behoztak, azok egyszerűen fantasztikusan ótvar szarok. És ilyen inkább frusztrálóak, idegesítőek, semmint hogy valódi kihívást nyújtsanak. Úgyhogy lol. Ja, Domination-t játszom. Igen, ezt jó tudni.
szóval... Az egy kicsit azért a... zavaró tud lenni BF1-ben, de... mind a kettőt tudod, másért szeretem. Dögölj már meg, hát... úgyhogy nem igazán húznék különbséget a kettő között. Ez egy folyójáték volt, amiben berakott? Vagy egy új játék? Ha mindegy. Ez móka lesz. Jön egy enemy alul, igen, láttam. De nem tudok vele mit csinálni, reménykedem benne, hogy lelövék. Hú, triple kill, bitch. És megvan B. Yeah! Igen, igen, tényleg jó. Igaz, tényleg jó ez a Gusta. Mondom, mert lesz, hogy cseréltem. Még perkekkel sem foglalkoztam semmivel. Ha gondoljátok, belemegyünk egy kicsit részletébe a perkekbe, és akkor nem kell külön YouTube videót csináljunk belőle. Felrakom csak ezt a live gameplayt, az kész. Anyádat lőtt hátba! Mi a fasz? És a lag is real. Az egy nice streak volt ott. Oh. Nem! Hogy tudok így mellé lőni? Ami van egy radarom tényleg. Hát a spray and pray nem jött be. Ha most lenne egy kamerám, akkor látnátok, hogy mutogatok kabbet az enemynek. Ja, amúgy előbb-utóbb lesz egy kamerám is. És akkor élvezhetek a gyönyörű arcomat. Pay to win fegyverek? Nem, eddig nem tapasztaltam semmilyen pay to win fegyver dolgot. Eddig, de mondom, nincs túl sok órán benne, és meglátjuk. Viszont nagyon fasz a skinek vannak. De remélem, hogy semmi ilyesmit nem találnak ki, hogy a későbbi DLC-kbe behoznak ilyen fegyvert, olyan fegyvert, amit csak ládából lehet kiforgatni, és valamiért OP-b lesz, mint a többi. Egyelőre még semmi. De ez itt az Activision, úgyhogy bármi megtörténhet. Nem szabad hinni nekik, még akkor sem, ha kérdeznek. Ugye nem fog senki hátba lőni. Dögölj meg! Mert amúgy eddig tudod, a legutóbbi kodok, ez mindegyike úgy indult, hogy na, nem volt benne pay to win, aztán jöttek a DLC-k és benyomták a... hogy hívják ott. Benyomták DLC fegyvereket ládákba, és akkor ott killodsz kiforgatni őket, mint például most csinálták MV2-ben is! Fast hands! Juttassátok eszembe, kérlek, hogy fast hands! Correct the situation, anyád! Még nem is jártam onnan, csak béni, lehet, hogy... azt se lenne utolsó, ha nem lőnének fejbe, miközben oda megyek. Hát ez miért huncoszkodott ott? Hát az mi volt? Na azt hiszem, az ilyen pillanat, aki szeretem a kodot. Not today, motherfuckers! Not today! Halftime, kurva élet, nem baj. Az SMG-k OP-k, ez tényleg így van. Jé, én vagyok benne a Final Kill-ben. Heroic Service. Ja, tényleg OP-k. De amúgy hála Istennek, hogy...
tehát így egy, például ez a pálya is olyan, hogy így ha akarsz mondjuk egy M1 garandot használni, akkor megadja a távolságot hozzá, megadja a lehetőséget. De akkor tartózkodnod kell az ilyen B helyektől, meg kicsit olyanabb helyeken kell mozognod. Hát megpróbáljuk B-t, megpróbáljuk B-t. Az a baj, hogy... Hoppá, fogtunk egy madarat. Annyira idegesítő, gyerekek, annyira idegesítő. Már ott van, hogy majdnem megvan a izé. És például mikor elveszíted a killstreakedet. És tudod, hogy egy foglalásra meg lehetne kettő. A háromból. Az nagyon-nagyon idegesítő. Na, amíg ezek itt elfoglalják ezt, én meg megpróbálom itt ledarálni őket. Ő se látott semmit. Legalább tudjuk, hogy a füst nem igazságtalan. És húz az egyik oldalra. Látjátok? Elfoglaljuk ezt a B-t. Szevasz! Így kell lesz. És most megkerüljünk C felé. És megpróbálunk B-re felvenni a hátuk meg én hát, hogyha úgy sikerül. Összehozunk valamit. Rainbow Six Siege-ben jön zombi mód. Hát ez komoly, és akkor mi meg kell védeni házat a zombiktól, vagy mi a fasz? Szia Takó Poci, ezt a nevet öcsém. Takó Poci, vagy Tacó Poci. Vagy Takó Poki. Nem tudom, de tetszik a nevet. Ó, én is a precíz szélzás. Úgy van. Lőjél fejbe. Második, Takó Poci. Vagy Takó Poki. Melyik volt a második? Takó Poki volt a második. De a Poci sokkal jobb. Ha a Poci az. Ott kempel a mocskos. Ah! Utálom a sznájpereseket. Ja, hogy olvasom rendesen. De ha rendesen olvasom, akkor Tacó Poci. Oké, semmi kálni, de akkor Tacó Poci. A serősz. Na, kempel smother fucker. Anyád! Egyszer kell följeljek B-hez és rendet rakjak itten nektek, hát... Katasztrófák vagytok, fiú! Már megint egyedül foglalom ezt a szart. Lenne egy radar, az tök jó lenne. Ah, átba lőne. Eddig hány csalóval találkoztam? Senkivel, aki feltűnt volna, hogy őszinte legyen. Mindenki lehet menni. Not today, motherfucker. Okay. De tényleg eddig még szuper képességűvel annyira nem találkoztam. Nem tűnt fel. Remélem még egy darabig nem is fogok. A bétára nagyon gyorsan csináltak csalásokat, az igaz. Úgyhogy mondjuk meg is lepő volt, hogy ilyen... Olyankor tudom, hogy van valami nem stimmel a pályán, amikor nagyon nem jön össze egy kill se. Tehát nem tudok mozdulni kétszer, de akkor tudom, hogy valami csalás van, de ilyen eddig nem volt, és... Az kifejezetten örülök néki! Hol a másik, mert nem őt. Hoppa, lag Izrael. Lol. Hey, köszönjük a követésük! Anyu! Nem hiszem el.
Amúgy hogy állunk? Amúgy nem olyan rossz ez. Ja, B-t foglaljuk, jó. Akkor miért dobtam gránátot? Azt valaki elmondja nekem. Scheisse! Motherfucker! Scheisse! Az igen, azt leszúrtam, mint a szart, azt hiszem. Ha, és itt vár is. Az, ez se rossz. Az se rossz türelmi képesség a camp. Sokan vagytok inkább. És most miért nem szúrja le a gyereket? Star Wars Battlefront 2-ben volt bétád? Volt? Igen. Ezek két játékok gondolkodik, hogy érdekelne, melyik a jobb. Olyan kérdésetek vannak, öcsém, hogy csíha. Én mind a kettőt megvettem. Plusz még a Destiny 2-t is megvettem. És Jesus motherfucker, azt sem tudom, melyikkel játszak. Hát tényleg. A Star Wars Battlefront 2 bétája a gameplay szempontjából nagyon élvezetes volt. És az univerzum és az egész, főleg mert szeretem a Star Wars. De mondta is ez a videóba, és elmondom itt is, hogy miután lelövök valakit, nem lövök le senkit. Szóval elmondtam az egyik videómban, hogy egy problémám van vele, hogy belerakták a pay to win-t. Amin aztán gyorsan módosítottak annyira, hogy ugye mert hogy konkrétan meg tudod venni a legjobb Star kártyákat, meg tudod venni a jobb fegyvereket, tehát konkrétan ki tudod forgatni ezeket. Titanfall 2 is megvan, igen. És annyit változtattak most ezen, hogy oké, a legópébb fegyvereket, a legópébb szártyártyákat nem tudod megvásárolni már Battle Pack-ekből, hanem ki kell őket farmolni, de csak a legópébbakat, a kettő között lévő izét, az bármikor kinyithatod egy izéből, egy Battle Pack-ből, főleg, hogyha vásárolsz, és van ebbe is, benne lesz a Star Wars Battlefront 2-ben ez a scrap rendszer, ami itt van ebbe a kódba, hogy ilyen scrapekért összerakhatsz, és vásárolhatsz, és fejleszthetsz, és ami elképesztő mennyiségű grind lesz mögötte, továbbá nincs különbség a jutalmazás között, mondjuk, hogy hány scrapet kapsz, vagy hány ilyen virtuális pénzt kapsz, nincs különbség a jó és a kevésbé jó játékosok között, tehát hogyha te ölsz 70-et a szerveren, és én ölök egyet azon a szerveren, ugyanannyit fogunk kapni. Szóval ott egy-két ilyen fura dolog van, és ez számomra egy kicsit rontott a játékélményen, de ez csak egy béta volt egy pályával, és például a dogfightot, az űrcsata, hát az úristen, azt nagyon élveztem, nagyon epic volt, nagyon feelinges volt az egész, és hát faszom Star Wars. Amúgy igen, a Titanfall 2-ről meg annyit, hogy megvan, és még livestream-em is van itt belőle, szóval ha ránézel a videókra, van livestream belőle, és például az is egy olyan játék, amit de kurva jó, csak ilyen prioritizálok más játékokat Titanfall 2-höz képest. Pedig amúgy rohadt jó a Titanfall 2. Nagyon-nagyon ott van a szerep. Nyertél jó sok nekrofontot? Igen, nyertek a nekrofontokat. Amúgy tényleg, hogyha valaki eléri a különböző szinteket, azok ott a jutalmak tényleg meg lesznek. Na nézzük ezt a fegyvert, erre a pályára talán jó is lesz. De vigyázz, ne járj ugye fia úr, mint Kari, mert Kari az folyton eljátsza a nekrofontjait. Ja, már játszunk. Oké, okay, most már figyelek. Itt vagyok. Az igazság az, hogy a gameplay-nél jobban élvezek veletek beszélgetni. Nem amúgy kurva jó a gameplay, félreértésen sem élvezem, csak szeretnék odafigyelni arra, amit írtam. Nálam a Titanfall 2 a jó kod élmény. Hát igen, igen, meg tudom érteni. Egyszerűen tényleg epikus opa története, lol. Epikus történetek vannak, titán csaták vannak benne, és ez teljesen fölé rakodnak a killstreak rendszerével. Ott van a szeren, a Titanfall 2 az tényleg ott van egy szeren, és sokkal jobb sorsot érdemelt volna. Fényévekkel jobb sorsot. Még ki se jött, az jövő héten jön ki. Úgy értem, YouTube-on láttam, hogy van már gameplay, de hát most ezzel mit tudsz csinálni, hogyha konzol favoritság van. Úgyhogy
De amúgy igen, láttam. Figyeljétek, mekkora szórása van ennek a fegyvernek. Hogyha nózumba kell lőni, tehát ha megmozdulsz, kurvára kitágol. Nem hiszem, nem feltétlenül lesz ez egy jó nózum fegyver. Meg egy kicsit lassan is lő, de erőset. Legalább. Die, motherfucker, die. Hát, nem haragszatok, én B-t most nem próbálom meg, de arra szívesen rámegy. Már egyet már meg kéne nyerni, hogy meg hozzászámolja a challenge-hez. Hoz, igen. Hagyjátok már magatokat, csak senki ne lőjön. Hát, bocs, eszembe! Szerencsém volt. Headshot, bitch. Ó, remek. Na, ez nagyon nem hiányzott most. Igyekszem, azért jövök ennyire hátra, igyekszem megakadályozni az ide való spawnt, és hát hogyha... Így viszont nem, hogy mi foglaljuk Charlie-t. Senki nem lő hátba, a basz meg! És még egy olyan kérdés, hogy VV2 vagy BF1? Egyébként most 200%-ig megveszem. És hogy érted, tetszik? Igen, karakterekkel ki lehet játszani, de még egy játékban. Hát igen. Hogy melyik lenne az a játék? Destiny 2. DLC-stől. Kurva jó az is, azt is olyan élvezem. De viszont a kod, az igazság az, hogy például azt sem tudnám mondani, hogy valaki megkérdezi, miért neved meg a kodot, nem tudnék mondani okot rá, hogy miért ne legyen meg az idei kod. És tudjátok mi a durva, hogy nagyon-nagyon hosszú idő óta, konkrétan Modern Warfare 2 óta nem láttam izét. Szóval Modern Warfare 2 óta nem láttam olyat, hogy ilyen 60-70 potential gémeken talál a kód, amikor szóval kurva sokan játszanak vele. Ja igen, hallottam, hogy az EA felvásárolta a Respawnt, és az igazság az, hogy ez a legdurább, hogy olyan szerződést kötöttek, ami nagyon... Az EA az nagyon-nagyon okos volt, tehát ilyen nagyon túlvá érdekes szerződést kötöttek, ami arra kényszer, teljesítmény orientáltságra kényszeríti a Respawn Entertainment, mégpedig olyan, hogy kifizetek neki valami 170 milla lóvét, és valami 150 millát, vagy valami ilyesmit restricted stock units-ban, ezt nem tudom, hogy fordítsam le magyarul, a lényeg az, hogy 4 éven keresztül fognak kapni egy megadott fizetést, aminek a teljes összege 150 akárhány millió, plusz bónuszok, de a bónuszokat csak akkor fizetik ki nekik, hogyha bizonyos teljesítményt elérnek az újabb játékok. Tehát ha eladásban megfelelnek, akkor ki lesz nekik még fizetve az extra 140 akárhány millió bónusz. De ahhoz el kell érjék azokat a teljesítmény számadatokat, amiket elvárnak tőlük. Ha nem, akkor nem kapják meg a bónuszt. Ez azért vicces. Szia, Gary! Mire kéne menni, tesó? Ha valamit akarunk itt csinálni. Nem is senki nem lő hátba. Kú a késelés, nem az E. Kú! Öcsém, miért kell ezen folyton változtatni? Megvan a B. Van artillery. Miért nem... Ja, tényleg itt... Ja, be van állítva az a másik fajta killstreak. Fasság, hogy... Csak egyszer lehet megszerezni a... Hát akkor B-t megvédtük. Ötös. Tegyük fel. Legyen közép. De ebben a játékban csak egyszer szerezhettem meg a kisztikeket. Ez például egy tök pozitívum, hogy azon játékosoknak, akik nem annyira ügyesek, lehetőségük van egy játékban megszerezni bármelyik kisztikeket. Jó mondjuk, de az csak egyszer érheti el. Jó mondjuk, hogyha ilyen legvégső kisztikeket meg akarod szerezni, az lőni kell becsülettel. Főleg, hogy ilyen magasabb kisztikekre mész rá. Care package observed. Stop their resupply.
Oh, azt hittem a társam lőtt arra fele, hát ezek szerint nem. Így jártunk. Megnyerhetjük még ezt a játékot vajon? Anyád! Menjél te halljál meg ott. Hát az meg is halt. És most ugye én is. Nem, én nem. Ugye... Oh-oh! Hát ezek már nagyon megszerettek én. Szia, Joz! Oh, motherfucker! Die! Ah, ezt nem is értem, ahogy gondoltam. Szia, Corsaker! Mi a helyzet? Már hiányoztál? Utáról hol voltak normális készítek árai? Hát nekem a legszimpatikusabb az az MV2 volt. De igazából nem azért, mert ott olyan feltétlenül normális ára volt, hanem például benyomtál magadnak egy Predátort, egy Harriert és egy helikoptert, és már is núkoltál. Mármint hát a Harrier az 7 key streak volt, ugye, és ez teljes mértékben tök leerülhető volt, utána benyomtál magadnak, mit tudom én, egy choppert és a núkot, és ilyen könnyedén el tudtad érni a cuccokat. Szerintem nem volt annyira igazságos, mint mondjuk ez a pontrendszeres, hogy pontokért is szerezhetsz key streak-el. De viszont valahogy úgy igazságosnak éreztem az árát neki, hogy egy Harrierrel 7 kisztrikig simán elmentél, és utána simán núkoltad a pályát. Meg nem is az a baj például, hogy normális árértékei legyenek a kisztrikek, hanem a kisztrikek nem annyira élvezetek sem. Élvezetes sem, mint például az MV2 MV3-ban volt. Szóval, ja. Szaggat, mint a galuska szaggató. Mindjárt újra fogom indítani. A fél pillanat alatt. Szerintem lehet, hogy lehet, hogy újra indítom. Ez nem a gépnek a izéje, ez az OBS-nek a fassága. Hogy így belassítja. Emlékszel, hogy nem tudom, itt voltál a beta streamnél. Ugyanezt csinálta. Ez az OBS-nek a baromsága. Egy, kettő, három. Nope. Anyád is majdnem megöl! Akkor meg droppolja a frame-et. Hát, droppolja. Az igaz. Ilyen 120 és 100 között droppolja a frame-et. Tehát annyira droppolja. Nekem persze a játék közben kurva nem zavaró, de igen, a 10 szempontotokból zavaró. De max nyomok erre startot az egész OBS-nek, és már mehet is. Hát ez nagyon szar vicc volt, Cosmaker. Hát ez nagyon jó van. Volt, tudtál tettő jobbat is. Na, várj, ti szavazatok, nem tudom nektek, hogy megy a stream, szóval ti szavazatok, hogy újraindítsam, és akkor így frissül az egész rendszer, és akkor újra lesz jobb FPS, nem tudom, vagy kinél, hogy megy a stream ebből a szempontból, szóval gondoljátok, újraindítom, és akkor jobbacska lesz, ecske. És stream lesz. Augustus lakatos. Jó. Megnyertük ezt a játékot? Nem, ugye?
Nyertünk? Valaki írja már meg. Kezdjük a viccart megint. Nem, nem. Most ezúttal nincsen. Ezúttal nincsen. Amúgy Corsaker, neked még oda kell adni a Riven modot amúgy. Csak eltűntél. Pusz, pusz. Be kellett volna állni csak valami, nem tudom, cuccokat ez a fegyverhez. Ah, mindegy. 720p nem szaggat. Oké, engem meggyőztél. Igen, te is nyertél a vicc versenyen a múltkor. És neked is járna egy Riven mód. Az volt a, azért volt a izéhez. Na, szeretnéd? Hát nem, éppen mihez, de amúgy Karinál van a Riven módod. Mert én ugye odaadtam. A végén úgy volt, hogy Ádám nyert, Dénes, te és Banderász. Így voltatok a nyertesek, és egy Riven mód jár neked is. Felbontatlan Riven mód, szóval még esett belőle, szóval. Aki nem tudja, miről beszélünk, mert überkodos, akkor Warframe-ről. De igen, szóval. Azt kérem. Csak a szemai stream. Hát igen. Én elküldtem itt holról. Nyugodtan streamelhessek. Na, elfoglaljuk ezt a B-t, srácok, vagy... Mi a... Ez az, na most. Ó, ugyan már, nem hiszem, hogy mindig kifogom a faszom csapatot. Szerencsétlen bét, könyörgöm. Ó, oh, lol. Úgy érzem, a másik csapat összetartó be bizonyos szempontból. Korszégedő, jó vagy az meg. Kedden jön PLS. Igen, igen, hallottam, és most, hogy partner vagyok, hozzájöttek ki a bizalmas információkról, hoz. És csak annyit tudok mondani most ehhez, mert alá kellett írnak egy bizalmassági szerződés, szóval. Annyit tudok mondani erre a PS4 eventről, hogy akinek van PS4 akkontja, az nézzen Twitch-et, jó? Tehát amint bejön a PoE oda, az nézzen Twitch-et. akinek van PS4 akkontja. Mert megesető meglepetések várják. Ezt most jó, hogy egy COD livestream alatt mondom, mert akkor senki nem nézi, aki volt, nem érted. Even building, úgycsak 2 óra elvileg, mint én 4-6 óra meg is csinálom. Amúgy tényleg például azzal nem, kicsit próbáltam. Az igazság az, hogy az első rész annyira nem fogott meg, szerintem nem volt akkora horror, mint aminek. Most úgy le fognak lőni, mint a szart. Mondom. We've lost fire superiority. What? Oh. Na jó, szerintem hagyom B-t most már. Oh. Úristen. Persze összeszartad magad. nem tudom, nekem annyira nem volt se rémisztő, se semmi. Nem hatott meg. Eleve se a téma nem fogott meg annyira, a horror faktor se fogott meg annyira. Az ilyen Alien Isolation-szerű horror faktort ezt valahogy jobban szeretem. Securing Beta! Mennék én segíteni, de... Úristen, ezt el se hiszem. És persze én halok meg. Hát Coldsmaker, ezen mondataira én már nem tudok mit mondani. Necrocream és Coldsmaker. Ezzel nem hangzik elég necrofilesnek, á? Ne laggolj, játék, kérlek. Oda nézd, the lag is real. A társam elmegy, úristen, milyen vakok játszák ezt a játékot. Köszönjük, én is gondolom időről időre. Például, hogy ott volt az enemy és nem láttam.
De a radaron kijelezte, persze. Fuck you bitches. Itt fogok lekempelni az összes... Belefutok az idiót, pedig tudtam is, hogy itt van. Hát figyelj, én most livestreamelek. Szóval... utána én átugrok szívesen. Ó, ez az átvettük a vezetés. Nyernünk kell, fiúk! Ez háború. Valódi háború, hiteles információkkal, amit átad nekünk a Call of Duty. Mert fekete nők harcoltak a német oldalon. Jaj. Lol. Az angolok tényleg csúnyák-e? Aha. Nem a legszebbek. Nem a legszebbek. De, ami ehhez, tehát nem akarom nagyon ítélni őket, de tényleg nem egy szépségek, baszki. De, amit hozzá kell tegyek ez az egész angol nő, szép vagy nem szép, tehát lehet azért, mert már régóta élek itt. És azért. De, a csúnyosság mögött némelyiknek van egy annyira érdekes arckaraktere, az a tipikus, amit az angol filmekben láttuk, amikor egy a hősnő mondjuk egy szép nő. Tehát van nekik egy ilyen érdekes arckarakterük némelyiknek, a kevésbé rondáknak, és lehet, hogy eleinte azt mondod rá, hogy ronda, de ha jobban megfigyeled, egy nagyon szimmetrikus és nagyon szép arca van némelyiknek. Érdekes forma, meg érdekes minden, de nagyon szimmetrikus, szép arca van, de úgy in general, tehát ilyen, ez a nagy átlagban nem kifejezetten. A magyar lányokhoz képest rettenet rondák. Mondjuk a magyar lányokhoz képest nem sok nő, nem sok nemzetnáció nője szebb, szóval annyi biztos. Szóval egy kicsit igazságtalan összerakni a magyar nőket. Anyád, bazd meg, de jól működik ez a kú. Akad a stream. Kinek akad még a stream? Ma megint én voltam ebbe a izében? Hát akkor jó. Domination. Menjünk B-re helyből. Nekem nem akar. Remember your training. Make us proud. Closing with Kaiser. Anton is overrun. Need reinforcements. Kaiser, lockdown. Ó, Isten, hol a... Mi nincs gránátom? Recon airborne. Ó, úgy van, kempeljetek a tetves ablakotokból, más sem tudtok csinálni ebben a játékban. Kb. Olyan, mint a 27 FPS-sel menne. Hát... mindjárt megoldjuk. Szerintem lehet, hogy tényleg nyomok neki erre startot, és akkor olyan lesz, amilyen lesz. Akkor az elméletileg javít rajta. Lejár a játék, és tényleg nyomok erre startot a streamnek. Bazd meg. De ez így volt a bétán is, szóval nem vagyok meglepődve. Sajnos az OBS valamiért nem annyira szereti. Dögölj meg, és köcsök kemperek, bazd. Kérlek, segítsetek elfoglalni B-t. Bazd meg. Fuck you very, very much. Ha nyerek egy Domination-t, utána átmegyek másik játékba. Igen, igen, nem párolja meg, csak igen. Nagyon gyorsak a kis rohadékok. Ez igaz. Mikor elkezdtem már, ugye... amikor kupákra jártam COD Modern Warfare 2-be, akkor ilyen 16-18 voltam a Modern Warfare-ra, bocsánat, és ugye mentek a war versenyek minden, és 16-18 és olyan reflexem volt, mint az atom, érted? Azt sem volt baj, hogyha ilyen
teljesen vesztett helyzetben volt, akkor is meg lehetett fordítani a versenyt a nyerő oldalra, és olyan reflexem volt. Most meg már, hogy izé, idősebb lettem, az ki, fi, a kis mocskok, de gyorsak. Hogy jelent? Ez akkor én meg elfoglalom. Closing with Anton. Enemy taking B. Artillery ready for orders. Awaiting. Ja, ez akkor miénk, jó van, srácok. Oké. Bazd meg is ellopják B-t, eszem faszom meg el. Hú! Három kill, nem rossz, nem rossz. Na jó, hogy állhatok a 19 multikillám van a 75-ből, nem rossz. Még egy artillery, még, mi folyik itt? Meddig tart ez az artillery színű történet? Legalább el tudtuk foglalni B-t, szóval ez egy... Nézzük, nem bírom lelőni. Hát mi a... Pött is. Fuck you bitches. Fuck you. De még én nem tudok első lenni, vagy kurva sokat haltam, mert csetelek veletek. Ez az Warfare viszont jó, úristen, neked tényleg tetszik az játék. Jó, én így is kifoglalunk, de akkor nálam nagyon nem találták el ezt a játékot sajnos. De akkor már Infinite Warfare, ha már ott vagyunk, meg Black... Oh, bazd meg! Azt a gusztustalan játékstílus mindenedet. Oda néz, hát összefosom magam. A Discord nem csak TNA-soknak van, jöhetnek külsősök is, viszont többnyire prioritizálok játékban a TNA-sok között. Nézz oda, bazd meg! Nézd, csak nem bírunk megnyerni egy kurva játékot, nem hiszem, hogy nem tudok kifogni egy olyan csapaton, ahol kicsit jobban küzdenének a pontokért. Na, és már ide spawnolnak arra, hát ez fantasztikus. És minket miért dob még mindig ide arra, miért nem C-re dob? És mindig, ah, na végre. De amúgy nyugodtan fel lehet jönni Discordra, no para. Ah, Istenem. Na jó, akkor nyomok el restartot a streamnek is, meg a játéknak is. Kb. Egy perc és jövök. Csak akkor emeltek ez a FPS furcsaság megjavul című történet. A linket lehet kérni? Isten szerelmére F1 van, miket nem kértek ti itt tőlem. Na várjál, most hogy újraindítom a streamet, és akkor bedobok egy linket. Twitch-re. Na mindjárt jövök. Csak újraindítom akkor az OBS-t is, mert miért ne?